Jó estét kívánok, ez élő hírháttér műsorunk a közügyek. A mai adásban interjút láthatnak Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével, aki a választások eredményeit értékeli. Részletesen megmutatjuk, hogyan zárultak az önkormányzati választások Topolya, Csóka, illetve Óbecse esetében. De nem csak választási témáink vannak a mai műsorban. Nemrégiben Csantavéren fegyverrel raboltak ki egy kisboltot, bemutatjuk az esetet, és a Budapesti Könyvfesztiválon is forgattunk, erről is láthatnak majd egy riportot, nézzenek minket! Két nap telt el a választások óta, a végleges eredmények már többnyire megszülettek. Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével beszélgetünk, 15 órakor rögzítettük ezt az interjút. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnök úr, hogyan értékeli a Vajdasági Magyar Szövetség szereplését a választásokon? Hát így két nappal a választások napja után azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett kell, hogy legyek. Az igazság, hogy a választás napján, hétfőn reggel egy picit csalódott voltam, mert arra számítottunk, hogy 5 mandátummal önálló frakciót tudunk létrehozni a belgrádi parlamentben, arra számítottunk, hogy Újvidéken meg tudjuk őrizni a 7 mandátumot, egyel-egyel kevesebb lett, mint ahogy eredetileg számítottunk rá. Ez hétfőn reggel némi kis csalódottsággal töltött el. De most, amikor az ember látja, hogy mekkora csata volt, és látja, hogy mi minden történt, amit a választás napján nem látott, a választást követő napon nem látott, és hogyha látjuk azt, hogy ki mindenki mennyi mandátumot veszített, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A számokon túlmenően, ami pedig politikai értelemben fontos, az az, hogy ezzel a mandátumszámmal is, ezzel a jelenléttel is azt gondolom, hogy meg tudjuk őrizni a politikai befolyásunkat és a politikai erőnket, és talán ez a legfontosabb. Az, hogy 4 képviselői helyet szereztek a köztársasági parlamentben, az mind változtat a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy nem tudnak önállóan frakciót alakítani? Ez azt jelenti, hogy kell keresnünk a parlamenti képviselők közül valakit, aki az 5. lesz a frakcióalakítás folyamatában. A frakció azért fontos, mert az vitaidőt jelent, parlamenti bizottsági helyet jelent, egyszerűen onnantól kezdve, ha van frakció, akkor másképp lehet a parlamenti munkát szervezni, illetve működtetni. Az a fontos, hogy találjunk, és biztos, hogy találni fogunk olyan parlamenti képviselőt, akivel a frakciót létre tudjuk hozni, de ugyanakkor nem terhelő a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása szempontjából olyan valakit, aki fölvállalható a mi számunkra is, és nem jelent visszahúzó erőt. Van már elképzelés, hogy ki lehet ez? Igen, van. Elárulja? Nem. Térjünk át a tartományi szintre, ott 6 képviselője lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Hogy látja ezzel, hogyan tudják érvényesíteni a vajdasági magyar közösség érdekeit? Mit jelent ez a 6 képviselő? Hát ugyanúgy, mint héttel azt megelőzően. Mi egy mandátumot veszítettünk, de azt gondolom, hogy önálló frakciónk fog lenni, mert ahhoz megvan a kapacitásunk, és az, ami legalább ennyire fontos, hogy úgy tűnik, hogy része leszünk egy olyan parlamenti többségnek, amelyik azt tudja eredményezni, hogy ezzel a 6 parlamenti helyjel is érvényt tudunk szerezni az érdekeinknek. Alekszandr Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke azt mondta, hogy javasolni fogja önt a tartományi képviselőház elnöki posztjára. Ezt vállalná? Igen. Volt egy rövid telefonbeszélgetésünk tegnap, egy kérdés, egy válasz. A kérdés az egy tőmondat volt, a válasz pedig attól is rövidebb. Ez nem elsősorban személyi szempontból fontos, hanem azt gondolom, hogy az érdekérvényesítés és a közösség védelme szempontjából fontos. Másrésztről pedig annak a közös akaratnak az első jele, amelyik arról szól, hogy a választásokat követően folytatni kívánjuk mindketten azt az együttműködést, amelyik az elmúlt 2 évben országos szinten és rengeteg önkormányzat szintjén működött, közös pozitív tapasztalatokkal, a Szerb Haladó Párttal, és most úgy tűnik, hogy az a realitás, hogy ez az együttműködés, ez kibővüljön a tartományi szintre, úgyhogy
ennek jeleként éltem én meg a kérdést, és ennek jeleként adtam meg rá a választ is. Ön szerint egyébként hogy alakul a tartományban a hatalmi többség, ki lehet még a része? Ezt ebben a pillanatban nem tudom elmondani. Ez ugyanis nem elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetségtől függ, hanem a Szerb Haladó Párttól. A Szerb Haladó Pártnak 63 mandátuma van, tehát matematikailag, ha bár a politikában nem csak a számok a fontosak, hanem sok minden egyéb más, matematikailag ő nekik a Vajdasági Magyar Szövetségre se volna föltétlenül szükségük, de hogy rajtunk kívül kit kívánnak még bevenni ebbe a parlamenti többségbe, erre nem tudok választ adni, mert ez egyrésztről az ő döntésük, másrésztről pedig még erről nem beszélgettünk, mert hogy a telefonbeszélgetéseken túlmenően nem volt alkalma még találkozni Vucsi elnök úrral. Azzal, hogy az SHP átveszi a hatalmat a tartományban, ön szerint megoldódhatnak-e a vajdaság státusával kapcsolatos problémák? Egészen biztos, hogy meg kell őket oldani. Meg kell oldani a pénzelés kérdését, meg kell oldani a hatáskör kérdését, az együttműködésnek különben eddig is a koalíciós megállapodás képezte az alapját, ezt követően is a koalíciós megállapodás fogja képezni az alapját, amelyik hát aktualizálásra kell, hogy kerüljön, de egészen biztos, hogy ezek a kérdések benne kell, hogy legyenek a koalíciós megállapodásban, országos szint tekintetében is, mert hogy itt olyan dokumentumokról van szó, amelyeket végül is a szerb parlamentnek kell elfogadnia, tartományi szinten is, és azt gondolom, hogy önkormányzati szinteken is. Akkor térjünk át az önkormányzati szintre. A Vajdasági Magyar Szövetség minden esetben a Szerb Haladó Párttal kíván együttműködni önkormányzati szinten? Hát azt gondolom, hogy ez a logikája a partner kapcsolatnak, hogy ha ez a partner kapcsolat működik országos és tartományi szinten, akkor az a logikus, hogy ez működjön önkormányzati szinteken is. Ez kölcsönös érdek van, ahol mi vagyunk erősebbek, és az ő beemelésükkel ők is részt tudnának venni a község irányításában, mint például Topolya, vagy Kanizsa, vagy Zenta. Van, ahol pedig ők erősebbek, mint például Szabadkán, ahol viszont a mi érdekünk az, hogy benne legyünk a hatalomba, hogy irányítani tudjuk a városnak a működését, de ugyanígy érvényes ez akár Újvidékre, vagy Pancsovára például, ahol először történt meg az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek, vagy a Vajdasági Magyar Közösségnek önkormányzati képviselője van, vagy Bácson, ahol úgy szintén először történt meg, hogy magyar lesz az ottani képviselőtestület tagja. A haladókkal való együttműködésnek köszönhetően hány önkormányzatban lehet a VMS a hatalmi többség része? Nem tudok erre pontos számot mondani, de szerintem 10 fölött. És hol számíthatunk magyar polgármesterre vonatkozóan, vannak-e már egyeztetések? Ilyen megbeszélések nem voltak, de a dolgoknak a logikája az diktálja, hogy ott, ahol nekünk van nagyobb frakciónk, ott magyar lesz a polgármester, vagy magyar kellene, vagy VMS-es kellene, hogy legyen a polgármester. Ez ebben a pillanatban 3 önkormányzat, Topolya, Kanizsa, illetve Zenta. Hogy látja a szabadkai helyzetet? Egy nagy csatán vagyunk túl. A Vajdasági Magyar Szövetség megerősödve jött ki ebből az elmúlt egy évből. Tudtuk, hogy mandátumokat fogunk veszíteni. Az igazság, hogy 5-öt veszítettünk. Az előző 4 évben 16 mandátuma volt a Vajdasági Magyar Szövetségnek, most 11. Ez az 5 mandátum, ez megérte, mert belülről letisztult a Vajdasági Magyar Szövetség, és erősebb, mint hogyha meghagytuk volna abban az állapotban, amiben az előző egy évben volt, mert akkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy 11 mandátumot is szereztünk volna. A választások éjszakáján Kórhec Tamás azt nyilatkozta, hogy a Magyar Mozgalom a Vajdasági Magyar Szövetséggel való együttműködést sem zárja ki. Lát esélyt az együttműködésre, és ha igen, akkor milyen formában, milyen ebben szinten? A pillanatban nem látok rá esélyt. Túl sok mocsok került ránk. Azt gondolom, hogy először le kell lesz mosniuk. Másrésztről el kell számolni azzal a megosztási politikával, amit az elmúlt időben folytattak. Harmadrésztről pedig, mivel mandátumok birtokába kerültek, akkor bizonyítaniuk kell, hogy azok a mondatok, amiket kimondtak, azok mögött milyen teljesítményt tudnak asztalra rakni. Tegnap Budapesten tartott sajtótájékoztatót a nemzetpolitikai államtitkárral együtt. A magyar kormány stratégiai partnerként tekint a VMS-re, megmarad akkor a híd szerep Budapest és Belgrád között?
Hát én nem szeretem ezt híd szerepként megélni, ezt én inkább katalizátor szerepként szeretném megélni, és haszonélvező szerepként szeretném megélni. Ez a vajdasági magyar közösségnek az érdeke, hogy a két ország között kiválóak legyenek a viszonyok, mint ahogy most is van. Ebben nekünk tevőleges szerepünk kell, hogy legyen. Többek között ezért fontos a kormányzati szerepvállás és az a partner viszony, amelyik a legerősebb politikai tényezővel létezett, illetve létezik itt Szerbiában. Ennek a legnagyobb haszonélvezői a vajdasági magyar közösség, illetve a Magyarországon élő szerb közösség. Ez nekünk érdekünk, és azt gondolom, hogy ebből az elmúlt években jelentősen profitáltunk. A vajdasági magyar közösségnek a Szerbiában történő megítélése ma teljesen más, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Nincsenek olyan konfliktusok, amelyek 10 évvel ezelőtt voltak. Ma mi egy megbecsült része vagyunk a szerb társadalomnak, ez többek között annak köszönhető, hogy a két ország között ilyen a viszony. Köszönöm szépen a vendégünkön. Köszönöm a lehetőséget. A folytatásban bemutatjuk, hogyan alakultak a választási eredmények egyes vajdasági önkormányzatokban. Elsőként jöjjön Topolya. Ott az önkormányzati választáson 8 lista indult. A voksoláson a VMS-VMDP lista győzött, a szerb haladó párt megerősödött, valamint új politikai csoportosulás is került a KKT-be. A községben egyébként az egyik szavazóhelyen szabálytalanság történt, ezért ott megsemmisítették az eredményeket, és megismétlik a voksolást, de ez vélhetően nem lesz lényeges kihatással az eredményekre. A topolyai községi képviselőtestület 41 tagból áll. A helyi választóbizottság értesítése szerint a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt koalíciójának a listája kapta a legtöbb szavazatot. A Vajdasági Magyar Szövetségnek sikerült megtartani a 16 képviselői mandátumát a községi képviselőtestületben. Külön öröm számomra, hogy megköszönhetem a polgároknak ezeket a szavazatokat, amit kaptunk. Tudnilik, mi kaptuk a választásokon a legtöbb mandátumot, eddig, tehát 16-ot. Ez egy szép eredmény, nem rosszabb, mint az elmúlt időben. Én azt gondolom, hogy program mentén próbáltuk a polgároknak bemutatni azt, hogy mire vagyunk képesek, és természetesen előtte elszámoltuk a polgároknak. Én azt gondolom, ezt a polgárok értékelték, és úgy ítélem meg, hogy kellőképpen értékelték, meg lehetünk elégedve azzal, amit hát kaptunk a polgároktól. A szerb haladó párt 12 mandátumra jogosult, meg háromszorozták képviselőik számát Topolyán a 2012-es eredményekhez képest. Ja mislim da ćemo i u Subotici, u Bačkoj Topoli, u Malom Iđošu, ajde da se baziram na Severno-Bački okrug, kroz razgovore koji su vođeni između gospodina Orbana i gospodina Vučića, biti upućeni na saradnju između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara. Ono što jeste dobro kada je Bačka Topola u pitanju je da nijedna stranka više posebno nema apsolutnu vlast u gradu i mnogo je bolje da više stranaka učestvuje u okviru jedne lokalne vlasti. A civil polgári szövetségnek eddig nem volt képviselője a topolyai községi képviselőtestületben. Most 4 mandátumhoz jutottak. Jelenleg úgy vélik, ellenzéki szerepet töltenek majd be a testületben, de nem tartják kizártnak a hatalmi koalícióval való együttműködést sem. Amennyiben esetleg úgy döntenek, hogy bekapcsolnak még valakit a munkába, aki nem tevékenykedne, akkor már ellenzékként is tudna segíteni a munkába, erről is lehetne beszélgetni. Mindenki egy versenyben azzal célra indul, hogy első legyen, nem utolsó természetesen. A mi célunk az volt, hogy munkánkat adjuk bele. A VMDK és a Magyar Mozgalom listája 3 helyet szerzett a topolyai községi képviselőtestületben. A VMDK-nak az elmúlt időszakban nem volt mandátuma a KKT-ben. És megpróbálunk nagyon pozitív és nagyon építő ellenzék lenni. Hát ami az együttműködéseket illeti, mi végül is nyitottak vagyunk minden olyan program megvalósítására, ami ezt a város, ezt a közösséget előre tudja lendíteni. Koalíciós szinten biztos, hogy a jelenlegi állami hatalomban tevékenykedő pártokkal nem leszünk, ezt előre is ki tudom jelenteni, de
de hogy bárki fölhoz egy olyan programot, ami támogatható, ami a közösséget szolgálja, az bárkitől jöhet, azt mindig támogatni fogjuk természetesen. A Szerbiai Szocialista Párt az Egységes Szerbiával, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga pedig a Szociáldemokrata Párttal közösen 3-3 képviselői mandátumra jogosult. A Szerb Radikális Párt, Szerbiai Demokrata Párt, Dveri képviselői nem jutottak be a KKT-be. A Demokrata Párt kapott a legkevesebb szavazatot a topolyai önkormányzati választáson. Míg az előző választáson 2012-ben 7 képviselőjük lett, most nem jutottak be a topolyai testületbe. Következzen most Csóka. A vasárnapi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség megszerezte az eddigivel megegyező 9 képviselői helyet a községi képviselőtestületben. A hatalomba kerülésre egyébként 7 lista pályázott, közülük 4-nek sikerült képviselői helyet szereznie. Csóka község képviselőtestülete 25 tagú. Eddig a Vajdasági Magyar Szövetség 9, a Demokrata Párt 7, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Szocialisták és a Nyugdíjasok Tömörülése, valamint a Haladó 3-3 képviselője vett részt a testület munkájában. A VMS-nek maradt a 9 képviselője. A Vajdasági Magyar Szövetség az hozta azt az eredményeket, amit 12-ben, mindannak ellenére, hogy a elsősorban a magyar lakosság száma nagy mértékben fogyott, a 9 mandátumot azt tartani bírtuk, ezt én egy jó eredménynek tartom itt a bánságban. Természetesen egy kis hasonlatot összehozva ezzel az eredményekkel, a Haladó Párt hozott 11 szavazatot, a VMS 9-et, a Demokrata Párt 3-at, illetve a Liga az 2 mandátummal kerül be a testületbe. A hasonlítást egy kicsit a focihoz kötném. Úgy érzem, hogy sikerült gólt adnunk, és annak nem tudok örülni, mert a végén a csapatunk nem győzött. De hát ez része a politikai megmérettetéseknek. Én úgy érzem, hogy a VMS becsülettel, egyféle hűséggel és alázattal szolgálta, és szolgálni is fogja jövőben is a közösségünk érdekét. Balázs Ferenc szerint érdemi koalíciós tárgyalások majd csak a közelgő ünnepek után kezdődnek. Én bízok benne, hogy így másodiként is a hatalmi koalíció része fogunk lenni helyszinten, de ez a jövő fogja eldönteni, hogy hol fogunk lenni. Az SHP most 11 mandátumhoz jutott Csókán. Stanna Dzsember, Haladó Párti Csókai önkormányzati képviselőjelölt szerint még korai a koalíciós megállapodásokról beszélni. Zaista smo zadovoljni. Pokazalo se samo ono da politika Srpske napredne stranke je politika svih građana i da su građani najveće poverenje poverili Srpskoj naprednoj stranci. Ja se nadam u narednom periodu da ćemo opravdati ukazano poverenje građana. Drago mi je da ćemo sarađivati sa svim partijama koje su ušle u Skupštinu i nadam se da će ovi izbori i ove liste doneti neke promene da se okrenemo radu, napretku i boljem životu građana opštine Čoka. Csókán a Demokrata Párt korábbi 7 képviselője helyett, akik a VMS és a Liga képviselőivel alkották a hatalmi koalíciót, a jövőben csak 3 ül a községi képviselőtestületben. A párt csókai lista vezetője úgy értékeli, hogy ez sem annyira rossz eredmény, mert sok önkormányzatban a demokraták be sem jutottak a VKT-be vagy a KKT-be. Az országos szinten nagy támadások voltak, és ez az eredmény azért van, mint a párt a Csóka község területén azon voltunk, hogy folytassuk a vidéki fejlesztést, hogy minden faluba hozzá járuljunk, hogy jobban fejlesztenek a faluk, meg azon voltunk, hogy a tanulás is jobban megyünk, az iskolák jobb állapotban legyenek a falukban, és szeretnénk ezt folytatni az időben is, a jövő időben is, ami jön. A demokraták továbbra is készen állnak az eddigi koalíciós partnereikkel folytatni a munkát, de ellenzéki szerepre is készen állnak. Mink szeretnék folytatni ezt a koalíciót, ami eddig volt,
azon vagyunk, hogy ez így is maradjon. Ha lehetséges, ha pedig nem lehetséges, akkor szeretnék konstruktív opozíció lenni. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga is veszített egy képviselői helyet a vasárnapi választásokon. A ligának 2 mandátuma lesz. Idő kell, hogy az eredményeket feldolgozzuk, hogy összehasonlítjuk a tavalyi, illetve 4 évvel ezelőtti eredményeinkkel, és akkor tudunk majd esetleg többet mondani róla, hogy mink helyi szinten dolgoztunk rosszul, vagy esetleg más dolgok játszottak közre. A ligások hajlandóak a koalíciós kompromisszumokra is. Hát így, mivel nekünk a 2 képviselőnk van a 25 képviselőből, nem nálunk van úgymond a labda, nem mink döntünk. Azt tudom mondani, ha megkeresnek bennünket, akkor meggondoljuk, és akkor készek vagyunk koalíciós kormányban részt venni a községben, de nem minden áron. Csókán az elmúlt időszakban megkezdődött a vízvezeték hálózat cseréje. Az illetékesek szerint a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a megkezdett projektek befejeződjenek és folytatódjon a község fejlődése. Ma még az óbecsei eredményeket mutatjuk be. Az ottani képviselőtestületnek 36 tagja van, a következő ciklusban 22 képviselőt a Szerb Haladó Párt és koalíciós partnerei delegálhatnak. A választásokon ott egyébként 9 lista indult, de közülük csak 4 jutott mandátumhoz. A vasárnapi választások egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy a Demokrata Párt és a Liberális Demokrata Párt gyengén szerepelt, és nem is szereztek képviselői helyet a testületben. Óbecse községben a haladók a szerb megújhódási mozgalommal, a szerbiai szociáldemokrata párttal, a szocialisták mozgalmával és a szerbiai egyesült nyugdíjas párttal közösen indultak, és a szavazatok 44%-át szerezték meg. Lista vezetőjük és polgármester jelöltjük, Vukradojevic, aki 4 éve vezeti az önkormányzatot. Očigledno je su naši sugrađani prepoznali naš trud, rad, marljivost, predanost, domaćinski odnos ponašanja prema budžetu opštine Bečej i zato nam ukazali poverenje za sve ono što smo radili i time nam dali mandat za narednih 4 godine. Što se tiče potencijalnih koalicijnih partnera, dakle, iako mi sa ova 22 odbornička mandata od ukupno 36 u Skupštini opštine Bečej, praktično imamo samostalno većinu, mi smo vrlo raspoloženi da razgovaramo sa predstavnicima svih onih koji su prešli cenzus, jer su oni na krajnji način jeli, i predstavnici svih građana opštine Bečej, tako da su dobili određeno poverenje. Pre svega tu mislim naravno na listu okupljenu oko Saveza vojvođanskih Mađara, naravno vidjet ćemo i lista okupljena oko Mađarskog pokreta također, dakle, verujem da će biti prilike da razgovaramo i da i oni preuzmu deo odgovornosti vršenja vlasti. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt alkotta koalíciónak. A szavazók 16%-a adott bizalmat, ami 7 mandátumra elegendő. 4 évvel ezelőtt a VMS 8, a VMDP 1 mandátumot szerzett Tóbecsén. A koalíció listavezetője Molnár Viktor. Községi választásokon elég jó szerepelt a koalíciónk, habár sokkal több magyar szavazó kiment szavazni, de ennek ellenére amennyiben lehetőségünk lesz, mindenképpen elsősorban a magyar közösség érdekvédelmét fogjuk feladatul kapni és tovább vinni. Ugyanakkor fontos kimondani, hogy természetesen csak is pozícióból lehet hatékonyan politizálni, és amennyiben erre lehetőséget kapunk a következő néhány hétben, akkor így fogjuk munkánkat folytatni. Prioritás elsősorban a munkahelyteremtés. Folytatni fogjuk, ha lehetőséget kapunk, a határon túli együttműködést. Nagy hangsúlyt fogunk helyezni a pályázásokra. A Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége közös listájával indult. A Voksok 9%-ával 4 képviselői helyet sikerült megszerezniük. A VMDK legutóbb nem rendelkezett mandátummal. A Magyar Mozgalom óbecsei tagságának egy részét az Óbecse Községért polgári csoport tagjai alkotják.
A három tag azok soraiból került ki, akiket a Vajdasági Magyar Szövetségből 2012-ben kizártak. A párt fegyelmi bizottsága akkor azért döntött így, mert az akkor még VMS tagok az érvényes testületi döntéseket megkerülve koalíciós megállapodást írtak alá a Szerb Haladó Párttal. A koalíciónk óbecsei listavezetője Tari István író, ami az eredményt illeti, elégedettek vagyunk, egy picivel talán tervezetnél több szavazatot kaptunk, de ez csak azt jelenti, hogy a szavazók odafigyeltek és elfogadták üzeneteinket. Ez mérten négy tanácsnoki helyet kaptunk, és én gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ami a koalíciós kapacitásokat illeti, nyitottak vagyunk, nyitottak is voltunk eddig is mindenki felé, úgy gondolom a helyi szinten így kell politizálni. Olyan személyes kapcsolataink vannak, főleg a testvérvárosokban Magyarországon, hogy ezt kamatoztatni tudnánk egy esetleges együttműködés során itt az önkormányzatban. Ami a legfontosabb terveket illeti, úgy gondolom, hogy elsősorban az infrastruktúrális fejlesztéshez mindenféleképp prioritás. Óbecsén is meglepetést okozott az utolsó sorszám alatt rajtoló elég volt Sasa Radulovic mozgalom. Ők indították a legkevesebb jelöltet, összesen 12-t. 7%-os eredményükkel három mandátumot sikerült megszerezniük. Grupa građana dosta je bilo, Saša Radulović je zadovoljna sa ostvarenim rezultatom na izborima koji su održani na teritoriji Republike Srbije, također i u Bečeju. Smatramo da imamo i dalje dosta prostora za napredak. Što se tiče budućeg saziva Skupštine opštine Bečej, bit ćemo verovatno opozicija, a kao opozicija delovat ćemo oštro i konstruktivno. Gledat ćemo da, koliko je to moguće, isprovedemo naš program koji smo predstavili građanima Bečeja. Tako da, pre svega, zalagat ćemo se za transparentnost, da se svi ugovori koje opština sačini ili javna preduzeća budu dostupni javnosti, da se vidi tačno gde je svaki dinar iz budžeta, odnosno iz kase opštine otišao. Ubečina Demokrata Part, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Liberális Demokrata Part, a Szocialisták, Kommunisták és Radikálisok alkotta koalíció, valamint a Szerb Néppárt nem jutott be a képviselőtestületbe. A szabadkai rendőrségen azt mondják, hogy az utóbbi időben csökkent a rablások, betörések száma. Persze esetekről továbbra is hallani. Két héttel ezelőtt Csantavéren fegyverrel raboltak ki egy kisboltot. Most ezt az esetet mutatjuk be, utána pedig egy szabadkai rendőr nyomozóval készült interjút láthatnak, amit kollégám Dóró Alen készített. A mögöttem lévő vegyesboltot két héttel ezelőtt rabolták ki Csantavéren. A boltosnő elmondása szerint az elkövetőknél fegyver volt, és a kasszából 25 ezer dinárt vittek el. A boltba érkező betörő egy zacskó kekszet vett a kezébe, majd a kasszához lépve egy fegyvernek tűnő tárgyat szegezett az eladónőre, és a napi bevételt követelte. A boltos ekkor odaadta a pénzt, ezt követően az elkövető távozott az üzletből. A nő még most is fél, ezért arcát nem vállalva mesél csak a történtekről. A rablás körülbelül 10 napja történt, és igen, elvittek pénzösszeget csak, és azt nem tudjuk pontosan, hogy milyen fegyver volt náluk, de egy pisztolynak nézett ki, hogy most igazi, azt még nem tudjuk, és hát igen, félt, megijedtem. A bűncselekményt egy 25 év körüli fiatalember és két segítője követte el, akik a helyszínről kerékpárral menekültek el. Az üzlet tulajdonosa kamerán kívül elmondta, hogy a tetteseket a napokban elfogták. A rablókat állítólag egy a bolthoz közeli házfalán lévő térfigyelő kamera buktatta le. Az üzlet tulajdonosa még nem kapta vissza az elvitt pénzt. A helyiek szerint nem elég jó a közbiztonság a faluban. Hallottam olyant, hogy elviszik a sonkákat, kolbászokat, az ilyesmiket, hogy ahogy, de nem a szegény embert kell meglopni, meg senkit se. És ön fél? Én nagyon. Csantavéren nem a mostani volt az első rablás. Korábban más vegyesboltból is elvitték a kasszában lévő készpénzt. De olyan is előfordult, hogy idős emberek házába törtek be, ahonnan készpénzt és egyéb értékeket tulajdonítottak el. A faluban ezért többen riasztórendszer szereltettek be házukba.
Szabadkán az elmúlt periódusban valamelyest kevesebb betörés és bűncselekmény történt, mint korábban, de hogy Szabadkán és a környező településeken milyen a közbiztonság, arról Jelacsik Csaba rendőrnyomozót kérdezem. Köszöntöm. Az év elejé óta Szabadkán és a környező településeken mennyi betörés történt? Prema podacima policijske uprave u Subotici, prva tri meseca izvršenih krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala je za 43 krivična dela manji u odnosu na isti period prošle godine. Predmeti koji izvršioci najčešće protivpravno prisvajaju su naravno novac, nakit i mobilni telefoni. Zahvaljujući pojačanim kontrolama i kontinuiranim akcijama suzbijanja ovih krivičnih dela, broj razbojništva počinjenih u prva tri meseca ove godine smanjen je za 30%, a krađe za 18%. Izdajemo nekoliko brzo i efikasno rasvetljenih slučajeva, od kojih znači, u toku februara policija je rasvetljala razbojništva izvršena na štetu dve zlatare na području Subotice i tom prilikom je uhapšena jedna osoba. Takođe, policija je podnela krivične prijave protiv dve osobe za koje se sumnja da su u poslednje dva meseca izvršile krivična dela teške krađe. Oni se terete da su provaljivali kuće na području grada i za njih, u stvari i za njih, odnosili razne predmete. Kik a legveszélyeztetettebbek Szabadkán és a falvakban, idősebbeket, fiatalokat, kiket szoktak leginkább kirabolni? Pa, što se tiče centra grada, odnosno uličnih razbojništva, odnosno razbojničke krađe, naravno najugroženije su starije osobe, iznemogle osobe koje ne mogu da se brane i samim tim postoji lak plen za izvršioce. Što se tiče provalnih krađa, kuća, tu ne postoji neko pravilo. Mada bih naveo naravno da su opet najugroženije naselja koje su van grada, koje naravno pretpostavlja se da su salaši ili neka gazdinstva koje su dosta veća, pa vlasnik ili u datom momentu nije kući, ima neka svoje obaveze po gradu, pa tako postaje opet lak plen za izvršioce koji naravno vrše ta krivična dela. Ezeket a bűncselekményeket helyiek szokták elkövetni, vagy bűnszervezetekről van szó? Erről mit tudhatunk? Pa, što se tiče izvršioca krivičnih dela, u velikom procentu, naravno, to su domaći izvršioci, znači oni koji žive u gradu Subotici, ali možemo naznačiti, odnosno navesti da je povećan broj i izvršilaca koji dolaze sa strane. Naravno, mi smo tranzitni grad, tu prolaze znači, mnogi. I akik bejelentik ezeket a bűncselekményeket, a lopásokat, utána a rendőrségnek a helyszínelése az hogyan szokott kinézni, tehát a nyomozásra gondolok, hogyan néz az ki? Što se tiče istrage, od samog početka, znači, oštećeni u datom momentu, naravno, poziva policiju, patrola policije izlazila na lice mesta, vrše vizualnu procenu znači šta se naravno desilo, koje krivično delo se desilo i s obzirom na to obaveštava uviđajnu ekipu policijske uprave u Subotici koja izlazi na lice mesta sa jednim kriminalističkim tehničarem i kriminalističkom policajcem koji naravno na licu mesta pokušavaju da izuzmu što više dokaza koji bi u kasnijoj istrazi doprinili tome da se izvršilac identifikuje. Amikor kiderül, hogy ki is volt a betörő, aki elkövette a bűncselekményt, ezután mi történik azzal a személlyel? Pa, naravno, kada dođemo do tačke u istrazi, kada se utvrdi identitet izvršioca, samim tim izvršioc treba da se pronađe, naravno, i kada se pronađe, privodi se u policijsku upravu u Subotici, nastavi se da i rad na utvrđivanju činjeničnog stanja, odnosno njegovu ulogu u krivičnom delu, da li je izvršilac ili se izvršilac. Naravno, do tog momenta prikupljeni su svi materijalni dokazi koji ukazuju da se radi o izvršilacu krivičnog dela. Pristupa se, znači, saslušanju izvršilaca
uz naravno prisustvo njegovog branioca ili branioca koje, u stvari ako branioca nema, ovaj dodaje se po službenoj dužnosti, obaveštava se osnovno javno tužilaštvo. Miután kiderül, hogy ki is volt az elkövető, bizonyára megtalálják nála legtöbb esetben az eltulajdonított tárgyakat. Ezeket visszakaphatják-e azok a személyek, akiktől ezt ellopták? Naravno, znači, kada se utvori, u stvari kada se pronađe izvršitelj krivičnog dela, pronalaze se znači, predmeti koji su otuđeni u tim krivičnim delima. Naravno, jedna količina se pronalazi kod izvršioca, u velikom slučaju znači, izvršilac već proda te stvari, odnosno predmete, pa se intenzivno traga naravno na tome, bez obzira što ih je on prodao, da policija pronađe, pa da bi vratila svojim vlasnicima. Ön, mint nyomozó, mit tud tanácsolni az embereknek, hogyan tudnak védekezni, valamint mennyire hatásos, hogyha valaki például riasztót szerel be a házába? Pa, alarm je jako koristan u svakom slučaju. Znači, ne znam ko kakve iskustve ima u vezi toga, ali alarm je koristan jer samim tim kad izvršilac pokuša izvršiti neku provalu, naravno, ako nije naznačeno da ima alarm, on ne zna da alarm postoji i samim tim može preventivno deluje, alarm u stvari može preventivno da deluje, pa se izvršilac i uplaši, pa odustane od izvršenja krivičnog dela. Samim tim, pored alarma, naravno, znači, prevashodno je da se uredno obezbedi prostorije, znači, ulaznih vrata, kuće, odnosno dvorišta, da izvršilac opet nema lak pristup. Samim tim, izdvojio bi da je velika saradnja policiji da se građani uključe u rasvetljavanju krivičnog dela. Znači, samim tim, ako se uoči neko krivično delo, svaka dužnost građana je naravno da izvesti policiju, da bi policija blagovremeno delovala i pronašla, odnosno uhapsila izvršioca krivičnog dela. No, šta je zakutan mégis megtörténne a betörés, akkor mit tett az a személy, akihez betörtek? Pa, kada se provala izvrši, znači, naravno, stav policije jeste taj da se nikako ne ulazi u konflikt sa izvršiocem krivičnog dela, jer se nikad ne zna da li on kod sebe ima ili skriva bilo koje oružje, da li je to vatreno ili hladno. Prevashodno je, znači, u svakom slučaju da se izvesti policija, da bi blagovremeno policija izašla i zatekla izvršioca u izvršenju krivičnog dela. Jelacsik Csaba nyomozó úrnak nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. A közügyek műsorát Dóró Alán tudósított a Szabadkáról. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte a Hófehérke óvoda. A zentai intézménybe jelenleg 630 gyerek jár, a jubileumi ünnepségen forgattunk. Dukai Lilla nagycsoportos óvodás sokat szerepelt már, ezúttal a gyermekkórussal lépett színpadra. Nagyon szeret óviba járni, mert ott mindig történik valami izgalmas. Azért szeretek óvodába járni, mert nagyon sok barátom van, és az óvónéni sok szép mesét mesél nekem. Faragó Ádám mindig együtt játszik a legjobb barátjával. Bukival néha építeni szoktunk ilyen nagy várakat, egy kastélyokat az építőkockákból. Liscsevics Luisa 35 éve dolgozik gyerekekkel, édesanyja is óvónő volt. Mindig azt tapasztaltam, hogy a legszebb rész az életünkben, az óvodában az volt, amikor egy fellépésre felkészítettük a gyerekeket, és azok megjelentek csodálatos öltözékben, vidáman, és szerepeltek, és örültek a gyerekek annak, hogy szerepelhetnek,
És mindez az óvónőnek és az egész pedagógusnak egy nagy-nagy élmény. Eszes Erzsébet nyugalmazott óvónő 35 évig dolgozott a pályán. Szerinte időnként voltak nehéz pillanatai is. Ezt csak az bírja csinálni, aki nagyon szereti a gyerekeket. Az az egyszer biztos, mert ha nem szerettem volna ennyi a gyerekeket, nem bírtam volna ott maradni. Volt olyan is, aki kezdte, de ott is hagyta, mert hát ugye ott is van azért sok minden. Elevenek a gyerekek, sőt, ahogy ugye fejlődött a világ, hogy így mondjam, a gyerekek is megváltoztak. Akkor, mikor Adorjányú hazajöttem, arra is azt lehet mondani, hogy ég és föld. Mert egy falusi gyerek mindig más. Gondolom, ott talán még most is úgy van, hogy nyugodtabbak a gyerekek. Az Entai intézményben a gyerekek létszáma az utóbbi 4 évben 90-nel csökkent, ami 3 csoportnak felel meg. A községben összesen 34 csoport van, 4-ben szerb nyelven, 28-ban pedig magyar nyelven oktatnak. 2 bölcsödében pedig vegyes a nyelvhasználat. A községben 11 épület van, de az észszerű kihasználás miatt jelenleg 10 működik. Az épületek régiek az 1900-as évek közepén és végén épültek, ezért folyamatos felújításra van szükség. Például van épület, ahol a tetőszerkezetet kellene javítani, és olyan is, ahol a nyílászárókat kellene cserélni, habár ez utóbbit az önkormányzat lehetőségeihez mérten megtette az elmúlt esztendőben. De amire a legnagyobb szükség lenne, az a gyerek, mert az óvoda épületeinek van kapacitása. Kopasz Ildikó, az intézmény igazgatója, megtiszteltetésnek érzi, hogy ő rendezhette a jubileumi ünnepséget. Benedek Elek apát 1866-ban alapította Zentán az első óvodát, és ami büszkeségünk nekünk, hogy vajdaság szinten a második óvoda vagyunk. Először Szabadkán volt óvoda, és utána vajdaság szinten a másodikok vagyunk. Tehát ez valami egy ilyen kis érdekessége az egésznek, és ami, ahogy utána olvastam természetesen a történelmi részének, az is érdekes volt, hogy nem óvó néni volt akkor, hanem óvó, tehát óvó bácsi, és most 150 év után mondhatom először, hogy újra van óvó bácsink. Az óvodákat az önkormányzat teljes mértékben támogatja, biztosítja az épületek fenntartását, karbantartását, az ott dolgozók fizetését, és azt is lehetővé teszi, hogy 3. és 4. gyermek után a szülőknek ne kelljen fizetni az óvodai ellátásért. Hangsúlyozta Ceglédi Rudolf polgármester az ünnepségen. Fontosnak tartjuk, hogy már a kisgyerekkorban tulajdonképpen az iskola főkészülés menni jobban sikerüljön ezekbe az intézményekbe, hiszen ez alapozza meg utána, hogy a gyerekek milyen iskolai eredményeket tudnak elérni, és számunkra az is fontos, hogy anyanyelven tudják ezeket az éveket, hogy így mondjam, befejezni az óvodába, hiszen nagyon fontos, hogy anyanyelven sajátítsák az alapvető dolgokat. Egy óvoda jubileuma az MNT számára is jelentős. Hosszú évtizedek állnak mögöttünk, és ezek azok az évtizedek, amelyekben azt hiszem, hogy ez a közösség erősödött, gyarapodott, és sok-sok gyerek volt mindig, és ebből a sok-sok gyerekből nagyon sok-sok okos, értelmes fiatalt lehetett nevelni, akik akár szülőföldjükön, akár a nagyvilágot bejárva mindig vitték ennek a városnak hírét. A 150 év olyan értékeket hozott felszínre, és őrzött meg hosszú időn keresztül, ami a gyerekeinknek és nekünk felnőtteknek is nagyon fontos, mondta Nyilas Mihály. Az a 7 év, amikor gyakorlatilag az óvodai oktatás folytatódik, vagy legnagyobb része ennek az oktatásnak, nevelésnek folytatódik, meghatározó az életünkben, a kis gyermekeink életében, és akkor formálódik igazán a személyiség, akkor kapnak a gyermekek a legtöbb szeretetet, legjobban nyitottak az értékek felé, és ezért fontos az óvodai nevelő, oktatói nevelő munka. Zentán ezt jól végzik, eredményesen végzik, és én azt szeretném, hogy ez így folytatódjon még nagyon hosszú ideig. A beszédeket követően a Hófehérke óvoda gyermekei énekkel, a környezetvédelemmel kapcsolatos performanszal, verssel, tánccal emlékeztek meg a jubileumi évfordulóról, amit a közönség vastagsága.
A hétvégén egész pontosan csütörtöktől vasárnapig tartott Budapesten a Millenárison a 23. Nemzetközi Könyvfesztivál. Az eseményen vajdasági kiadványokat is bemutattak, ezek között szerepelt Telcs Ede éremművészete és a Vajdasági Magyar Népdalok címmel megjelent könyvsorozat 5. része is, riporterünk a helyszínen forgatott. Csizmadi Anna, Égető Emese és Szabó Anna Mária délvidéki népdalénekesek előadásában kaphatott ízelítőt a közönség a Vajdasági Magyar Népdalok című könyvsorozat 5. kötetének gyűjtéseiből. Nagy öröm volt, hogy végre szokásdalokkal is foglalkozhatunk, vajdasági szokásdalokkal. Épp az elmúlt karácsonykor merült föl egy karácsonyi műsor kapcsán otthon, hogy kellene valami karácsonyi dal, ami vajdasági, és így nem tudtunk hirtelen olyat, mert nem tudtunk hova nyúlni, és ez most nagyon jó dolog, hogy itt ez a hatalmas kötet, és ebből most már annyit lehet válogatni, nem egy karácsonyi műsort, hanem minden évre egy-egy újabb karácsonyi műsort össze lehet állítani. Fontos, értékmentő munkának köszönhetően jelent meg Bodor Anikó és Paksa Katalin munkája. A hosszú gyűjtés hatalmas anyaga méretében is megdöbbentő, ugyanis mintegy 600 oldal tesz ki. Vajdasági szokásdalokat tartalmaz kottákkal, a hozzájuk kötődő szokásokkal és CD melléklettel. Az ebben kötetben között dalok, szokások, azok közel hát 100 évet fognak át. Na most az elején ugye nem is tudtak még hangfelvételeket készíteni, aztán később már készültek, egyre jobbak. A 60-as, 70-es évek hangfelvételeiből válogattuk többnyire a hangzó illusztrációnak az anyagát. A még későbbi felvételek ugyan technikailag jobbak, de már a hagyomány hanyatlása miatt esetleg az előadásmód egy kicsit kopott. Richter Pál népzenekutató méltatásában kiemelte, hogy a vajdasági magyar népi kultúra nem könnyű körülmények között maradt fenn, s hogy az elmúlt évszázadokban rengeteg megpróbáltatást túlélt. Ez a délvidéki magyar kultúra, ez 200 év alatt a semmiből virágzott ki újból, mert amikor a törököt kiúzték, akkor bizony nem volt ott a homokon, vagy a jó zsíros földön kívül nem volt semmi. Ugye ezt tudjuk, hogy a lakosság nagy része elűzték, elvitték, és bizony abból a semmiből nőtt ki újból az a kultúra, amelyre ma itt nagy büszkeséggel tekintünk, mind a városi, mind a vidéki kultúra. Telcs Ede érme művészetéről a topjai származású Baranyi Anna művészettörténész érmeszakértő készített hiánypótló munkát. Az első kötet a Fórum Könyvkiadó Intézet tavaly újraindított képzőművészeti kis monográfia sorozatának második kiadványa. Ninkov Kovácsev Olga a Fórum Könyvkiadó Művész monográfia sorozatának a szerkesztője programra tűzte a Telcs Ede monográfia írását is, és engem kért fel arra, hogy a Telcs Ede monográfiát írjam. Na most munka közben arra az elhatározásra jutottunk, hogy külön fogjuk megjelentetni az ő érdeművészetéről és az ő szobrászművészetéről szóló köteteket, ugyanis olyan nagy volumenű munkássága van, hogy egy kötetben nehéz lett volna mindkét területet egyaránt bemutatni. A könyvek a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és több anyaországi intézmény támogatásával láttak napvilágot a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában. Mind a kiadásban, mind a kötetek szerkesztésében, kialakításában többek között a Zenettudományi Intézettel, illetve a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel dolgoztunk együtt. Telcs Ede érem művészetét Baranyi Anna művészettörténész dolgozta fel. Ez a Fórum Könyvkiadónak egy sorozat egyébként, a képzőművészeti kis monográfiák sorozat, amely olyan képzőművészetek életét dolgozza fel, akiknek valamilyen kötődése van vajdasághoz. A bemutatón is elhangzott, hogy bizonyos szempontból értékmentő munkáról van szó. Ez ugyanígy elmondható a Vajdasági Magyar Népdalok 5. részére is, mely Bodor Anika és Paksa Katalin szerzőpárosnak a munkája. Egy hatalmas munka, hatalmas gyűjtemény. Az érdeklődőket 200 új kötettel és 600 résztvevő szerzővel várták a szervezők egyébként a 23. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten. Ez volt már a közügyek, nézzenek minket holnap is, viszontlátásra!